vonaton ülve, tömegközlekedésen, egy osztályteremben, bevásárlóközpontban, a zajos utcán, ha meghalljuk azt a szót, hogy szex, automatikusan oda kapjuk a fejünket, odafigyelünk, és kicsit rácsatlakozunk a beszélgetésre. Ennyire fontos számunkra egyébként, mi pszichológusok tudjuk, hogy a másik ilyen legdényegesebb kifejezés a nevünk. Amit bármilyen zajos környezetbe kihalljuk, ezt hívjuk úgy, hogy koktélparti jelenség hogy automatikusan hiába vannak esetleg jelen ennél hangosabb ingerek Annyira természetes, hogy odafigyelünk. Ennyire fontos biológiai jelentősége van a szexnek, természetes, hisz a szaporodás kapcsolódik hozzá, akárcsak az állatvilágban. Azonban nézzük meg, hogy mennyire máshogy működünk, hogy mennyire felülemelkedtünk ettől. Kezdjük azon, hogy például bár elsőre furcsának tűnik, de az állatvilágban egyáltalán nem az örömszerzésért végzik, ugyanazt a tevékenységet, amit mi viszont már az örömért. És igaz, hogy azt gondolnánk, hogy ott vannak a különböző hangok, de azok csak a párzást koordinálják. A törpe csimpánz az a bonabo az első, ami valóban az örömszerzésért is szexel. Honnan tudhatjuk ezt? Például onnan, hogy megjelenik az autóerotika, tehát a saját célból való örömszerzés, illetve, hogy a nőstények a párzási időszakon, a fogékony napjaikon kívül is szexelnek. És akkor itt már is megjelent a következő nagyon fontos különbség, ugye azt, hogy nálunk embereknél megjelent a rejtett ovulációnak az evolúciója, ami azt jelenti, hogy nem tudható, nincsen ránk írva, nincsenek illatok, ingerek, amíg közölnék a hím, illetve esetünkben már a férfi ember számára, hogy mikor vannak a termékeny időszakok. Míg ugye az állatvilágban pont a tüzelése a jel arra, különböző feromonok, illatok, hogy a hímek a közelbe férkőztek, aztán meg is vívják a kis csatáikat, hogy aztán a győztes hím elvégezhesse a megfelelő kopulációt. Nálunk, hogyha már partnerünk is van, bizony egész évben csak nyugodtan nyomja azt a gombot, nem áruljuk el, hogy mikor vagyunk termékenyek. Legalábbis evolúciós pszichológusok szerint ez ezért fejlődött ki. És ezen kívül még számos más dolog is. Tehát az örömszerzésen és azon túl menően, hogy a termékei napjainkat elrejtettük, bár azért zárójelbe hadd tegyem hozzá, hogy nem tökéletesen. Tehát így például szriptizbárban dolgozó hölgyek a fogékony napjaikon magasabb bugyipénzt kapnak, mert valahogy azért mégis viselkedésben, vagy valami tudattalan jel során megérzi azt a másik nem, hogy mikor vagyunk a leginkább nyitottabbak. Jó, de akkor még térjünk vissza ember és állatvilág különbségére. Azt, hogy mi az, ami még más. Belegondoltunk-e, hogy egyáltalán miért alakult ki az, hogy a szemtől szembe lévő pozíció, mert a bonaboknál már van, hogy magasabb az intimitási szint. És az is tény, hogy ahogy az állatvilágban szinte végig hátulról zajlik a közösülés, addig már az orángután esetében igaz, hogy a csontváza már lehetővé tenni a szemtől szembeni közösülést, de még megmaradtak az eredeti hátulról jövőnél. Látni is aztán, hogy már az orángután nőstjén párzás közben néha így hátra-hátra-hátra pillog, tehát keresi a szemkontaktust. Magyarán ez valahol már az intimitásnak a csírája, azt, hogy vágyunk és mi nők épp ezért. Sokkal inkább szeretjük ezt a fajta közelséget, míg a férfiak valahol egy kicsit beprogramozva rajonganak a kutyapózért. És vajon hogyan tudtuk ezt megfordítani? Rossz nyelvek szerint, nem tudom, feltűnte, hogy például ugye az állatvilágban teljesen nagy hatékonysággal lehet szoptatni, teljesen lapos cicikkel, igaz, van belőle hat darab, nekünk embereknek pedig szép nagy gömbölyű a nőstényeknek, pontosabban itt már a hölgyeknek, lányoknak, asszonyoknak, hogy bizony megjelentek ezek a felsőbb dudorok is. Van egy kísérlet a pszichológiában, ami ezt a kétféle dekoltást hasonlítja össze, tehát a mell, illetve, hát úgy szoktuk nevezni, hogy segdekoltás, ugye, amint itt kivillannak ezek a hátsó részek a nadrágból, és bizony a fiúk, férfiak nem tudják megkülönböztetni, hogyha csak ezt a kis részt látják, ennyire összecserélhető. És hát ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy az állatvilágban mi a párzásnak a legfőbb ingere, ugye a gömbölyű, domború, tomp. Por. Ezért mi emberek ugye növesztettünk előre is két gömbölyű domborulatot, és már is megtelt a kámaszótra különböző változatos pozitúrákkal, úgyhogy bizony nekünk fontos az intimitás. Az intimitás és a kölcsönös örömszerzés. És ennek akár egy személyes vallomás alapján egyik lánynak hoztam el az idézetét. Ahogy megláttam, amint átölelt, a világ megszűnt létezni körülöttem. Semmisé vált a tér az idő, csak mi léteztünk benne egy védett és láthatatlan időtlen burokban. Testünk megszűnt, átjárhatóvá vált. Itt már a lelkek ölelkeztek. Minden sejtemet kitöltötte ez a végtelen boldogság, ez a hullámzás, ez a mámor. Nem érzékeltük sem a külvilágot, sem fájdalmat, csak ezt a lebegő határtalan boldogságot, függővé tett ez az érzés. Vágytam ezt a bódult világ megszűnést mint Ő lett a kábítószerem, akiért, amiért bármit megtettem volna, vagy elviselnék, csak hogy újra élhessem ezeket a pillanatokat, amik valójában órák voltak. Ezt tudja számunkra jelenteni és adni a szexualitás. Miért? Két ok miatt. Egyrészt ez egy módosult tudatállapot, ami azt jelenti, hogy kicsit ilyen bódultak vagyunk. A másik pedig, és most itt hadd hozzak be egy ilyen pszichológiai fogalmat, az abszorpció. Ami azt jelenti, hogy olyan mélyen bevonódunk, jelen vagyunk az adott élményben, hogy szinte megszűnik a külvilág. Megfigyelhetjük ezt mondjuk egy nagyon mélyen bevonó filmélmény esetében, vagy pedig akár egy regényolvasásnál, amikor nem halljuk meg azt, hogy valaki bejött a szobába, esetleg azt se, hogy szóltak hozzánk. Tehát csak mi ketten létezünk, és egyébként erről majd a későbbiekben más videóban még lesz szó. Ezt például a tantra tudja olyan magas szinten elérni és űzni, hogy ha igazán ez a lelkek ölelkeznek élmény jelenik meg, a légzés össze tud hangolódni, a szívdobogás, azt, hogy annyira ez az összetartozóvá éljük meg egymást. Jelen kell, hogy legyünk az élményben, viszont ehhez a másikat is szeretni kell. Van egy ilyen kérdés a pszichológiában, szexuálpszichológiában, pszichológiában, hogy mit jelent számodra a szex? Azt, és ugyanakkor, amit a motónál is megjelenik, hogy a világon minden a szexről szól, kivéve a szex, mert az minden másról. Természetesen a szerelmen kívül még számosok van, amiért, amiért szeretkezünk, szexelünk. Így például stresszlevezető funkciója van, segíti az elalvást is. Illetve akár olyan haszonelvű célok is megjelenhetnek, hogy lefekszem a férjemmel azért, hogy hétvégén eljöhessen hozzánk az anyukám. Vagy hát ennek aztán számos módja van, sőt, ne felejtsük el, hogy mi mindent lehet kifejezni a szexualitással. Egyfajta dominanciát, alárendeltséget is, nem véletlen például, hogy régi korok hadvezérei mondjuk elrendelték azt, hogy a leigázott falunak az asszonyait meg kellett gyalázni. Tehát az ellenfél ezáltal lett igazából legyőzetve. De egyébként még itt a dominancia alárendelésnél, ugye hát most a BDSM-nek is, ugye szürke 50 árnyalata, ez egy fontos témája, de nem feltétlenül csak itt tud megjelenni, hanem meg tud rende jelenni terápiás rendelésem. Hadd meséljek el nektek egy számomra igen kedves történetet egy holland professzor mesélte, amikor eljött hozzá egy ilyen nagy, jóságos, ilyen macis férfi, meg egy ilyen pici, ilyen kis izgága nő, és az volt a probléma, hogy a a férfi az csak úgy tudott szexelni, vagy csak úgy akart pontosabban, hogy rányomta. Tehát ő volt felül misszionárius pózba, amivel szétnyomta ezt a kis törékeny alkatot. És hát folyt a terápia, már többedik alkalommal voltak, de a férfi csak nem volt hajlandó változtatni. Nyilván akar, talált ki bármit is a professzor. Aztán egyik alkalommal félrevonta a professzor a klienst, és mondja ember, de miért nem hajlandó erre? Mire hát a macis alkatú férfi ellen van, hogy nézze, uram, nézze ezt a kis erőszakos teremtést. Minden úgy van, ahogy ő akarja. Akkor kelek föl, abba megyek el, azt eszem, amit ő mond. Akkor jövök haza, minden úgy történik. Legalább a szexben hadd érezzem azt, hogy én vagyok felül. Tehát kommunikálunk is a szexel. Számos funkciója van a gyermekáldáson kívül, bizony sokszor anyagi, előrejutási előnyt is jelent, önbizalmunkat növelheti. Nagyon sokszor, pláne lányok esetében igaz, hogyha van egy csalódás, akkor egy kicsit ilyen, ilyen veszőfutás van, hogy ez a kellekén még valakinek. Valahol, mint hogyha ő rajta bosszulnám meg, sokszor sajnos saját magunkon bosszuljuk meg. Tehát valahol jelen van ez a strigulázás is, ami valljuk be manapság már az online térbe is átkerült, ez az online skalpvadászat ilyen szempontból számos aspektusa van, nagyon sok mindent tud adni, nyújtani. Viszont épp ezért nagyon fontos, hogy olyankor is tudjunk vele mit kezdeni, amikor párkapcsolatban vagyunk. Hogy ne ezek a dolgok vigyenek el, és hogyha már ez volt a kérdés, hogy a szex vajon mi, akkor azt is hadd tegyük hozzá itt kicsit ilyen záró gondolatként, amit Hippokratész fogalmazott meg, hogy a test minden szervének, ugye, hogyha rendszeresen használja és gondját viseli, akkor bizony jól fejlődik, egészségessé válik, viszont hogyha nem tornáztatja, nem mozgatja vagy nem használja, akkor egy kicsit elsorvad, visszamarad a fejlődésben. Tehát a szexualitás az egészségünk fenntartása miatt, és nem pusztán a jó közérzetünk miatt. Nagyon fontos. Van egy ilyen szó is a szexuális medicinában, ez a use it, or lose it". Tehát ami a legfontosabb, és amiről, ahogy majd szó lesz még itt a felvilágosításról, hogy ez a probléma, hogy nem úgy találkozunk vele, a felvilágosítás jellemzően miről szól, a nem kívánt terhességről, a szexuális úton terjedő betegségekről, esetleg az elhalálozás kilátásba helyezése az révén, miről nem beszélünk pont, ami a legfontosabb. Azt, hogy a világ egyik legcsodálatosabb dolga. Két ember ennél közelebb testi szinten nem tud kerülni egymáshoz, és azt, hogy adni tudunk egymásnak. Mi pszichológusok is azt hadd tegyem hozzá, hogy beleesünk sokszor abba a hibába, hogy úgy tekintünk a szexualitásra, mint ami, ahogy kezdtem, hogy az állatvilágból. Az evés és a szexualitás olyan állatias ösztönök. De valójában nincs ennél szebb és boldogabb pillanatok, már csak azt véve, hogyha a szerelem élménye, vagy akár a gyermekérkezése kapcsolódik hozzá. Tehát érték, hogy adni tudjunk, kapni tudjunk, és épp ezért fontos, hogy vigyázzunk rá. A szexuális diszfunkciókról majd még később lesz szó, tehát itt majd folyamatosan felépítjük azokat a problémákat, elakadásokat, illetve a megoldási lehetőségeket is, ami ezt segíti, hogy tényleg élvezhessük is.